Nem tudom, hogy ez koncepció, hogy ennyit tud összesen ez a szökőkút, hogy időnként felből fenn magából egy kis vizet, vagy ez igazából hiba a gépezetben, de minden esetre nagyon-nagyon mókás szökőkúttal van dolgunk. Szóval a mai adás egy múlt héten feltett kérdés megválaszolásával kezdjük. Egészen pontosan Szabó Attila szerette volna megtudni a 100. epizódban, ami Kunda is volt egyben, hogy hogy vagyok én mindig ennyire pozitív. Erre némiképp választhat tavasszal vagy nyáron az, hogy amikor süt a nap, akkor azért nagyon nehéz igazán borúsan látni az életed, de ennél azért valamivel nyilvánvalóan összetettebb ez a kérdés. Szóval pozitívnak lenni az egy ilyen öngerjesztő folyamat. Honnan süt a nap? Kicsit átpakolunk, mert ez így nagyon-nagyon ellenfényes lesz. Na mit szóltok ehhez, és akkor a háttérben ott van a Duna is. Szóval ez nálam sem úgy kezdődött, hogy egyszer csak kinyitottam a szemet, és akkor azt gondoltam, hogy minden fasza, és igazából tudom is, hogy messze nem minden fasza. Ah, mégiscsak hunyorognék itt. Viszont van egy tök érdekes jelenség az életemben, és egy ehhez kapcsolódó sztori, amit most megosztok veletek. Szóval biztos ti is megfigyeltétek már azt, hogy amikor bementek egy boltba, és várakoztok a pénztárnál, akkor mindig előttetek fogy ki a pénztárból a papír. Mindig 10-ből 7-szer várni kell arra, hogy a pénztáros kicserélje a papírt, és ezzel értékes percek telnek el az életünkből. És ezt az élményt én is körülbelül 100-szor átéltem, és ott álltam a sor, és minden egyes esetben idegeskedtem, hogy miért pont nekem kell várni. Miért pont engem büntet az univerzum? És már eleve úgy álltam be a sorba, hogy ideg állapotban voltam, és készültem arra a pillanatra, amikor a hölgy elkezdi felnyitni a gépet, kicsit méltatlankodik, aztán nekiáll a cserének. És körülnéztem magam körül, és láttam, hogy mindenki hasonló módon idegeskedik. Hosszú a sor, várni kell, a végén úgyis ott a katasztrófa. Aztán néhány évvel ezelőtt voltam Belgiumban, bementem egy élelmiszerboltba, ahol olyan hosszú sor volt, amilyet én még Magyarországon nem láttam, és mindenki türelmesen és mosolyogva várakozott. Ez volt az egyik hatása miért. A másik hatás meg ettől teljesen független, egyszerűen elkezdtem felfogni azt, hogyha mindenen idegeskedek, mindenre rágörcsölök, az semmit sem fog segíteni, csak elvesz egy csomó energiát az életemből. Ebből a kettőből már következhetne is, hogy sokkal jobban tűröm azt, amikor a pénztárgépből kifogy előttem a papír, de valami egészen más dolog történt. Figyeljetek! Évek óta nem fogyott ki előttem a pénztárgépből a papír. Erre két magyarázat lehetséges. Az egyik az, hogy néhány éve kitalálták a kifogyhatatlan pénztárgép papírt. A másik egy kicsit ennél misztikusabb, és én aztán nem vagyok ilyen fatalista, meg nem gondolom, hogy minden előre el van rendelve, meg azt sem gondolom, hogy az agyunkkal befolyásolni tudjuk a fizikai környezetet és megváltoztatni a valóságot. Mégis, amióta nem zavarnak ezek az apróságok, azóta tényleg sokkal kevesebb kellemetlenség ér az életben. Lehetséges persze, hogy csak arról van szó, hogy már észre se veszem, amikor kifogy a pénztárpapír, mert nyugodtan átsorgok a sorban, és nem kezdek el ezen idegeskedni. És még egyszer mondom, nem akarok semmiféle misztikus párhuzamot vonni a gondolataim és a valóság között, de ettől még tény, hogy működik a rendszer. Hogyha optimistán állsz a világhoz, és nem mindenben a problémát látod, akkor előbb-utóbb kevesebb szarság történik körülötted. Vagy egyáltalán nem veszed észre ezeket a szarságokat, amik éppen ezért nem is idegesítenek. Nem tudom az ok-okozati összefüggést, és nem is akarok valami naptárban minden nap bejegyezni mindenféle rossz eseményt, hogy lássam, hogy a matek kijön-e. Tényleg kevesebb dühítő dolog történik velem, vagy egyszerűen csak nem veszem észre ezeket a dühítő dolgokat, de... De a lényeg nem is ez, mert hogyha az agyam nem is képes megváltoztatni a valóságot, képes megváltoztatni azt, ahogy én látom a valóságot. És ez bőven elég. Szóval, hogyha nem idegeskedtek a dolgokon, meg nem vesztek fel minden hülyeséget, mert alapvetően az, hogy kifogy előttetek a pénztárgépből a papír, az nem egy valódi stressz helyzet, az csak egy hülyeség, akkor úgyis fogjátok megélni az életeteket, hogy sosem fogy ki az a papír előttetek a gépből. Na, nagyjából így. Kezd egy kicsit beborulni, lehet, hogy eső is lesz, menjünk haza. Ez is Budapest ám, nem csak a beton meg az épületek, ez is Budapest, ilyen is van. És a netizéi! És a mai előrehozott netizéiben beszélgessünk egy spéci alkalmazásról, ami egy kicsit kevesebb, mint egy normális app, de közben meg több is annál. Nézőpont kérdése az egész. Ez a Gorillazap! Akik régóta nézik a vlogot, többször belefuthattak már a zenekar dalaiba az epizódok alatt, mert van ezekben a zenékben valami szörnyen nyomasztóan dinamikus. Ellentmondásos az egész, pont úgy, mint maga a zenekar, ami létezik is, meg nem is. Ez ugyanis a világ leghíresebb virtuális zenekara, aminek 4 tagja van, viszont ebben a formában sose van volt lesz. Ezek ugyanis csak rajzolt figurák, és nem mindegyik mögött áll élő ember, néhány mögött áll, de a legtöbb mögött meg persze áll valamilyen élő ember, csak az nem egy valaki, hanem nagyon sok mindenki, és mindig más. Két élő szereplő a zenekarban, az tuti. Az énekes, a Blur frontembere, Damon Albarn, aki a zenét rakja a projekt mögé, és Jamie Hewlett, a képregény rajzoló, aki korábban a Tank Girl-en lett igazán híres. Magyarországon Tank Aranka néven futott a filmváltozat kb. 20 éve. Tank Aranka. Ez egyébként egy kicsit beteg képregény egy csajról, aki valamiféle posztapokaliptikus korban egy ember kenguru mutánssal
Na mindegy. Szóval megcsinálták ezt a virtuális zenekart, ami mögött a zenészek folyton változnak, és ezeket mindig különböző helyekről szedik össze. A lényeg, hogy tehetségesek legyenek. Van valami, ami azonban 1998 óta, a zenekar alapítása óta nem változott. A zene stílusa és hangulata konstansa, hogy az is, hogy a zenekar megpróbál mindent kihozni ebből a virtuális zenekarságból. És ez most ért a csúcsára egész egyszerűen azért, mert most vált alkalmassá a technológia arra, hogy mindent kihozzunk ebből a virtuális kodásból. Mert persze korábban is voltak olyan koncertek, ahol a háttérben a kivetítőn a rajzolt figurákat lehetett nagyban látni, miközben a zenekar az előtérben nekik csak a sziluettjük sejlett fel, ami egyfajta virtuális kodás már, de azért még érezzük, hogy nem az igazi. Az új 2017-es album köré viszont megpróbáltak mindent oda rakni, amit 2017-ben egy ilyen projekt köré oda lehet rakni, és bár én csak félig meddig érzem Koheresnek a végeredményt, van benne egy rakás nagyon jó pofa részlet. Például a YouTube-ot teleszórták ilyen 360 fokos videókkal, és mindenféle virtuális térben tudod élvezni a zenekarnak a legújabb klipjeit. Mindenféle élethelyzetekben. Az egyikben például egy vonaton utazó egy rakás nagyon elfuserált arccal, meg a zenekarral, és előtted meg ott van egy tablet, és azon pörög a klip. Te meg közben nézelődhetsz, hogyha elunod a klipet. És csináltak egy ilyen augmented reality, virtuális valóság, rajzolt mutáns alkalmazást is, amit Androidra és iOS-re is letölthetsz, és aminek a segítségével elvileg jobban megismerheted a zenekart. Márhogy azokat az arcokat, akiket zenekarnak rajzoltak, ugye. A kezdőképernyő az a hely, ahol éppen vagy, mintha csak a kamerán keresztül néznéd a téged körülvevő világot, de ahogy elkezded mozgatni a telefonot, kiderül, hogy mindenféle beteg dolog ebbe körülötted, és ezekre bökve kicsit beljebb hatolhatsz a banda mindennapjaiba. Az egyik szobában dalszövegeket és szintetizátorokat találsz, a Gorilla stúdióját. A másikban ipari mennyiségben cigarettát és mindenféle női fehérneműt, amiből világosan kiderül, hogy a Gorilla az a korai Rolling Stone szamulatot. Az app segít abban is, hogy virtuális koncerten vegyél részt. Egy ilyen volt már április végén, amikor az alkalmazás egy pontra terelte a világ különböző pontjain található embereket, mármint hogy nagyon-nagyon sok pontra, de mindenkit egy viszonylag közeli pontra, hogy szóval, hogy értitek, mondjuk Budapesten egy helyre, hogy ott aztán egy adott időpillanatban mindenki megnézhesse egyszerre az albumnak a bemutató koncertjét. És az alkalmazásban van egy ilyen táltos bot is, ami azt mutatja meg, hogy tőlünk körülbelül 500 méternyire van valami, úgyhogy most menjünk el és nézzük meg, hogy mi van tőlünk 500 méternyire. Azt mondja, lassan kiérkezünk a Váci útra, és 211 méterünk maradt, és ez határozottan nem a West Endet mutatja, hanem azt, hogy el kell kanyarodnunk arra felé. Nem. Hát valahogy úgy, ja. Perceken belül kiderül, hogy hova visz minket ez az ördögi szerkezet. Az most már tudja, hogy valamilyen életveszélyes helyzetet akar előidézni, mert azt mutatja, hogy arra fele 70 méter, de itt átmenni az kész öngyilkosság. Itt én nem megyek át. Se baj, van itt egy aluljáró. Nincs velem a fülhallgatom. Azt mondja, hogy mindjárt megtörték és vegyem fel a fülhallgatót, de nincs velem fülhallgató. Viszont most a távolságunk nem csökken, mert... Ha nem csökken a távolságunk, mert bejöttünk a föld alá, és most fogalmas nincs arról, hogy hol vagyunk. De mindjárt kibukkanunk a föld alól, és akkor azt gondolom, hogy pontosan ott leszünk, ahol mennünk kellett, és olyan úgy fest, hogy magáról az eseményről elég masszívan le fogok maradni, miután fülhallgató kéne. Elkezdődött. Gyakorlatilag az történik, hogy zenét tudunk itt hallgatni. Szóval ez a virtuális koncert. Most kiderült, hogy hova hozott minket ez a tátos bot. Hát elére, hogy meghallgassuk a virtuális koncertet. Ez nyilván akkor nagyon jó, hogyha nem egyedül vagy itt, hanem több más hasonszörű idióta követ veled együtt egy ilyen tátos botot és elkezdi hallgatni a zenét. De nem baj, mert egy jó Gorilla zenéért megéri utazni, egy jó Gorilla zenéért megéri sétálgatni. Csak kár, hogy tök egyedül vagyok ilyen hülye, aki itt a telefonját hallgatja. Na, hát nagyjából ennyit a Gorilla az apról. Következzenek a hét hírei! És ezt találtam egy ilyen fasz a kis széket itt. Szóval csapjunk bele a hét legérdekesebb híreibe. Végre újra egymásnak feszül az Intel és az AMD. Azok után, hogy éveken keresztül alig fejlődött a processzoripar és ilyen 5%-os gyorsulásokkal kellett beérnünk, az AMD végre kiad valamit egy 16 magos, 32 szálas szörnyet, ami állítólag tönkrever mindent, amit az Intel készít. És a fenyegetés végre valósnak tűnik, mert az AMD azért évek óta fenyeget azzal, sőt, amióta az eszemet tudom fenyeget azzal, hogy lenyomja az Intel, de eddig egyszer sem sikerült neki. Viszont most annyira biztosnak tűnik az, hogy valami komoly dologgal készülnek, hogy az Intel állítólag a pletykák szerint egy i9-es
processzort is kiad, hogy ezzel őrizze meg elsőbségét. Annyira örülök, hogy végre izgalmak vannak ebben az iparágban is. Óriás büntetés kap a Facebook. Az EU 110 millió dollárra büntette a vállalatot, amiért az a WhatsApp felvásárlása után elkezdte összefésülni a két szoftver adatbázisát, pedig a felvásárlás előtt ígéretet tettek arra, hogy nem művelnek ilyesmit. Ezekben a cégekben egyszerűen nem lehet megbízni. És a hét izéje! Júniusban jön a Nokia 3310-es. A fiatalabbak biztos nem emlékeznek rá, de ez volt a fénygyártó legendás készüléke még a buta telefonos korszakban, amit most kb. 20 000 forintért hoznak majd vissza, ezért cserébe kb. Egy hónapos készenléti, 22 órás beszélgeti időt kapunk, meg egy jó pofa külsőt. Más nem. Na, mára ennyi. Holnap találkozunk. Sziasztok! Én mondtam, hogy eső lesz. És az adás végére némi protip arra, hogy mihez kezdjél magaddal, hogyha a budapesti monszunban szétázott a cipőd, de te azt szeretnéd hordani. Első lépés, állítsd a sütőt 60 fokra. Második lépés, állítsd a sütőt légkeverésre. Nyisd ki az ajtót. Támaszd ki jól egy seprűt. Végül helyezd a cipőket a seprűre. 30-40 perc és kész is van. Holnap találkozunk.